Ukrajna szerte olyan melegedő központokat nyitnak, ahol éjjel-nappal elérhető lesz az áram, a melegvíz, az internet, a mobiltelefontérerő és alapvető gyógyszerek is, jelentette be Volodymyr Zelenszky elnök keddesti videóüzenetében. Ország szerte szerda reggeli állás szerint 10 millió háztartásban nincs áramszolgáltatás, sok helyen a hőszolgáltatás és ivúvíz ellátás is akadozik. A helyreállítási munkálatokat a rossz időjárási viszonyok is nehezítik. Emellett a sérült hőerőművek és villanytelepek elleni orosz légi csapások bármikor megismétlődhetnek. Így a szakemberek életveszélyes körülmények között dolgoznak. Denis Mihály miniszterelnök arról számolt be, hogy naponta 8500 áramfejlesztő agregátort importálnak Ukrajnába. Ukrajnában több száz kórház és egészségügyi intézmény áll az összeomlás szélén, mivel üzemanyag, víz és áramhiányban szenvednek, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Ukrajna egészségügyi rendszere a háború eddigi legsötétebb napjait éli, fogalmazott a WHO európai regionális igazgatója, miután Ukrajnában járt. Hans Gluge kiemelte, hogy az idei tél rendkívül nehéz lesz több millió ember számára. A brit védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint Oroszország valószínűleg teljesen kimerítette jelenlegi iráni drónkészletét, így annak pótlására lesz szükség. A hírszerzés szerint ezekből a pilóta nélküli harci légijárművekből az orosz hadsereg szeptember óta több százat indított Ukrajna ellen. A célpontok nagyrészt katonai létesítmények és az országos elektromos hálózat voltak. Ukrajna a legtöbb iráni dróncsapást elhárította. November 17-e óta már nem jelentettek ilyen támadásokat. A szakértők ezért gondolják úgy, hogy Oroszország kimerítette a készletét és utánpótlásra lesz szüksége. Az öngyilkos drónokat Moszkva sokkal gyorsabban tudja beszerezni, mint új saját cirkáló rakétákat gyártani belföldön. Az orosz Wagner zsoldos hadsereg katonái és csecsen fegyveres egységek érkeztek a Donetsk megyei orosz megszállás alatt álló stratégiai jelentőségű Debaltseva városába, közölte harctéri helyzet jelentésében az ukrán vezérkar. A Kijevi katonai vezetés saját értesülései alapján hírt adott arról is, hogy a Donetsk megyei Jena Kieve városában folytatódik az orosz csapatok soraiba a megszállt területekről erőszakkal mozgósított újoncok kiképzése. Az ukrán katonai vezetés tájékoztatása szerint a aporizsiai régióban Molocsánszk településen az orosz erők átcsoportosításokat hajtottak végre. A rendelkezésre álló információk szerint néhány állást elhagytak és néhány ellenőrzőpontot eltávolítottak. A vezérkar közlése szerint kedden az orosz erők mintegy 15 támadást hajtottak végre rakétasorozatvetőkkel, ukrán csapatok állásai és lakott települések ellen. Az ukrán légierő kedden két csapást mért az orosz hadsereg állásaira. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat kedden a rendőrséggel és a Nemzeti Gárdával közösen kémelhárítási műveletet hajtott végre az Orosz Ortodox Egyházhoz hű Ukrán Ortodox Egyházhoz tartozó Kijevi Pecserszki Lávra kolostor és templom komplexumban, közölte az SBU sajtószolgálata. A közlemény szerint a hatóságok az államellenes tevékenység elleni küzdelem részeként hajtották végre a házkutatást. A biztonsági szolgálat kiemelte, hogy az orosz agresszió közben nő a terrorcselekmények, a szabotázs, a túlszejtés kockázata, különösen a zsúfolt helyeken. A sajtóközlemény szerint a hatóságok meg akarják előzni, hogy a kievi lavrát orosz barát propaganda terjesztésére használhassák, ne rejtegessenek ott ellenséges csoportokat, illetve fegyvereket. A hatóságok hasonló kémelhárítási műveletet hajtottak végre a nyugat-ukrajnai Rivne megyében lévő egyik kolostorban is, amely úgy szintén a Moszkvához hű ukrán ortodox egyházhoz tartozik. Ukrajna költségvetése kedden 60 millió dolláros finanszírozást kapott a világbanktól. Jelentette be szerhé Márcsenkó pénzügyminiszter. A jelentés szerint ebből az alapból 50 millió dollárt a Nemzetközi Fejlesztési Szövetség biztosított kedvezményes feltételekkel, 10 millió dollár garanciaként Lettországtól érkezett. Ezek a források lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy biztosítsa a költségvetési szektor alkalmazottainak bérezését, valamint továbbra is biztosítsa a fenntartható közigazgatást Ukrajnában, mondta Szerhé Márcsenkó pénzügyminiszter. Emellett az Egyesült Államok az elmúlt hetekben csak nem 5 milliárd dollárnyi támogatást utalt Kijevnek, az Európai Bizottság pedig a napokban újabb 2,5 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatást nyújt Ukrajna kormányának.